Líra Könyvklub az Inforádióban. A Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg Gál Mózes, Hun és Magyar Mondák című könyve. A kötetről a kiadó főszerkesztőjét, Kovács Attila Zoltánt hallják. Gál Mózes a magyar századelőnek alkotója, ifjúsági írója, civilben pedig tanár volt, középiskolai igazgató. Viszont a neve sajnálatos módon azért a elfeledett írók közé tartozik. Erdélyi közönség, meg az erdélyi olvasó talán jobban emlékeznek rá, de annak ellenére, hogy Gál Mózes Magyarországon nőtt fel, bár székely születésű, a magyar olvasók eléggé elfelejtették a műveit. Ez a monda válogatás vagy antológia. Az 1901-es keltezésű, és az első olyan antológia, amelyik egy kötetben próbálja meg fölvázolni azt a magyar mitológiát, amit annak idején még Arany János is naív eposzunknak nevezett. Akik írtak monda, adoma feldolgozásokat, a század előttől errefele számítva, később írókat értek ez alatt nyilván. Valamennyien a Gál Mózes válogatásból indultak ki. És ami különlegesen szépé teszi ezeket a történeteket, az az erdélyi nyelvezet, ami áthatja ezeket a szövegeket. Tehát ha valaki olvasni kezdi felnőttként, vagy felolvassa gyereknek például, olybá tűnik, mint hogy a Tamási Áron, vagy bármelyik másik későbbi erdélyíró művét olvasnak. Gál Mózes, Hun és Magyar Mondák című könyvéről a Tarandusz kiadó főszerkesztőjét, Kovács Attila Zoltánt hallották.